Köszöntöm nézőinket! Városunk idén ünnepli a Várpalota és Wolfsberg testvérvárosi szerződés aláírásának 20. évfordulóját. 1999-ben Várpalota és Wolfsberg akkori polgármesterei Leszkowski Tibor és Magister Karl-Heinz Frauwallner aláírásukkal fejezték ki a két település azon szándékát, mely szerint testvérvárosokként kívánok együttműködni. Az elmúlt héten a Túrivárban megtartott jubileumi ünnepségen Kampánári Talabér Márta Várpalota polgármestere és Hans-Peter Schlagholz Wolfsberg polgármestere mellett felszólalt Várpalota korábbi városvezetője Németh Árpád, valamint dr. Huszár Pál nyugalmazott egyetemi tanár, a Református Egyház világi zsinatának elnöke és a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka is. Láthatjuk különbözőképpen a világ vagy Európa dolgait, de ebben az együttműködésben mindig azt kell keresnünk, ami közös bennünk. Hangsúlyozta beszédében Kampánári Talabér Márta polgármester. A városvezető kitért az iskolai, a művészeti, sport és a gasztronómiai kapcsolatok fontosságára is. 20 esztendő nagy idő, és a jubileum kapcsán mindig fel kell tennünk a kérdést, hogy mire is volt ez elegendő most. Wolfsberg és Várpalota viszonylatában. Ha számot tetünk, akkor kiderül, hogy sok mindenre. Egy testvérvárosi kapcsolatban mindig a közös pontokat, a közös célokat kell keresni. Több évszázados történelmi kapcsolat fűzte össze az országainkat, mindig is odafigyeltünk egymásra. A mi Várpalota és Wolfsberg 20 éves együttműködése pedig azt bizonyítja, hogy meghatározóak vagyunk egymás számára, találtunk egymásban valamit, ami közösséghez bennünket. Hans-Peter Schlagholz, Wolfsberg polgármestere hangsúlyozta, az együttműködés egy lehetőség arra, hogy a különböző generációk összefogjanak. Ez egy kötelesség számunkra, hogy a jövő nemzedéke is ezt tegye. Az 5 évvel ezelőtti alkalommal Magyarország nagykövete Wolfsbergben tartott beszédének vezérmotívumában mondta, a múlt számunkra bátorítást ad, a jövő pedig lelkesít bennünket. Mi is ez a gondolathoz tartjuk magunkat, a múlt lelkesít bennünket, a jövő pedig újabb tettekre sarkal bennünket. A Wolfsbergiekben barátokra és segíteni akaró emberekre találtunk, mondta Várpalota korábbi polgármestere Németh Árpád. Ahogy polgármester asszonyunk említette, a sport, a zene, az iskola együttműködés terén, de ami véleményem szerint a városlakók számára a legfontosabb, az emberi kapcsolatok terén is egy valóban működő, valóban őszinte, igaz barátságon alapuló kapcsolatot tudhatunk a városlakók között. Dr. Huszár Pál a kezdetek óta részt vesz a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Ja, és ezt te jövőre, és ezt a mondom. Felelevenítettem 30 év távlatából nagyon szép emlékeket, melyeket wolfsbergi tartózkodásaim során szereztem. Úgy gondolom, hogy osztrák barátaink itt a Balaton partján is hasonló szép emlékekkel gazdagodhattak, akár Akaratján vagy Akalin. Ha Magyarország neve felmerül, akkor ahhoz a borospince is hozzátartozik. A 20 éve tartó együttműködés elismeréseként Wolfsberg vezetői a két város címerével díszített tükördíszt ajándékoztak városunknak. A karintiai tűzoltóság nevében Wolfgang Arzberger San Stefan városának korábbi tűzoltóparancsnoka együttműködési érdeméremmel tüntette ki Kampánári Talabér Márta polgármestert. 150 év óta az első eset, hogy nő kapta meg az elismerést. Az eseményen közreműködött a Turi György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Kamarakórusa, valamint a Cserregő Néptánc Együttes. A 90 éves Várpalotai Bányász Fúvós zenekar volt az elmúlt szombaton rendezett 6. értéktárna főszereplője. Noha a fókuszban a kulturális egyesület állt, természetesen egyéb helyi gasztronómiai, illetve kézműves értékeket is láthattak a nap folyamán a Túrivárba látogatók.
A program a helyi fúvósok elmúlt 90 évét bemutató kiállítás megnyitójával kezdődött. Az értéktárnap nyitó mozzanataként nyílt meg a várpalotai bányász fúvós zenekar elmúlt 90 évét bemutató kiállítás a Túrivár földszinti folyosóján. A megnyitón Campanári Talabér Márta polgármester úgy fogalmazott, a bányász fúvós zenekar különleges értéke Várpalotának, s mivel a kiemelt kulturális egyesületünk idén ünnepli 90. születésnapját, a Települési Értéktár Bizottság úgy döntött, az idei napnak a fúvós zenekar adja a témáját. 9 éve van módon, mondjuk úgy, hogy hónapra figyelemmel kísérünk a tevékenységüket, és számomra nagyon nagy öröm, hogy ez alatt a 9 év alatt egy megújulást, felfrissülést élhettem meg, és én azt gondolom, hogy a 9 évvel ezelőttihez képest most egy sokkal erősebb és dinamikusabb bányász fúvószerekarral találkozhatom rendszeresen. Galambos Szilvia, a Várpalotai Települési Értéktár Bizottság elnöke hozzátette, számos olyan értéke van Várpalotának, amelyet érdemes az identitásunk megőrzése és erősítése érdekében minden egyes alkalommal kiemelni és értéktárba helyezni. Kiemelte, azok a nagy értékek, amelyek ennek a városnak a birtokában vannak, nagyon hamar a megyei, illetve az országos értéktárba is bekerültek. 90. évfordulóját üli ez a patinás együttes. 1929-ben alakult városunkban egy fúvós zenekar, amelynek a múltba gyökerezése jelenben is átnyúlik, és remélem, hogy a jövőben is folytatódni fog. Mivel ilyen együttes nagyon kevés van egy város életében, ez egy olyan kulturális örökség és érték, amire mindenképp egy helyi értéktárnak fel kell figyelnie, a központba kell emelnie, és emlékeztetni kell rá az embereket is. Azt gondoltuk, hogy a mai nap méltó kerete annak, hogy az értéktárnapot köréjük szervezzük. A kiállítás anyagát a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar menedzsere Tamás Gábor mutatta be. A tárlaton többek között korabeli tablókat, hangszereket, valamint régi kotta ritkaságokat is megtekinthettek az érdeklődők. Megnéztük, hogy mik azok a tárgyak, fotók, tablók, amiket érdemes lenne kiállítani, és arra jutottunk, hogy az összes tablónak van itt helye, mert hát 1979-től mondhatjuk el azt, hogy minden tizedik évben, illetve minden tizedik jubileumnál készült tabló, ezért több zenészt is figyelemmel lehet kísérni az elmúlt 30-40 évben, hogy változott. És mivel ez a művelési házban volt mindig is, ezért csak egy szűk réteg, csak néhány ember, illetve akik ott jártak, ők láthatták ezeket a tablókat. Szerettük volna azt, hogyha a Várpalota város lakosság, illetve a várba látogatók is betekintést nyerhetnek ezekbe. Szekeres Pista már csak készített annak idején még egy zseniális összeállítást, amit fel kellett újítani, mert az idő vasfoga azért kifogott rajta. Ez a 30-as évektől kezdve még talán szalonzenekarokról is fogunk itt képet látni, tánczenekarokról. Egy ilyen kis kordokumentumot állított össze. Ez felújításra került, és ez is kiállításra méltónak találtatott. Lesznek még itt, hogyha eljönnek a kedves nézők, látogatók, különböző serlegek, trófeák, meghívók, nagyon régi kották. Szerencsére sikerült a II. Világháború előtti időszakról, és természetesen az utána követő időszakról is eredeti kottákat bemutatnunk. Tamás Gábor 1994-ben került a zenekarba. Abban az évben hozzá hasonlóan többen is csatlakoztak az együtteshez. Közülük mintegy 80 jelenleg is tagjai a nagymúltú társulásnak. Az elmúlt évek alatt kifejezetten jó csapat kovácsolódott össze, ahol mindenki egyformán veszi ki részét a munkából, mondja a Várpalotai Fúvósok menedzsere, aki szerint az, hogy a mai világban megérték ezt a 90 évet, már önmagában óriási dolognak számít. Zenekari találkozókon rendszeresen szoktunk találkozni olyan zenészekkel, akik régi bányászvárosokban laktak, és szomorúan mesélték, hogy ott a bányák bezárásával egyszerűen a zenekarok megszűntek. Nem volt, az önkormányzat nem tudott olyan támogatást nyújtani nekik, hogy fent tudjanak maradni, ezért megszüntették őket. Teljesen büszkék vagyunk, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi még fent vagyunk, nagyon jó kapcsolatokat tudunk ápolni a környékbeli zenekarokkal, akár bányászenekarokkal. Szerettük volna az oroszlányi zenekart is vendégül látni, a bányász zenekart, de ők egy másik fesztiválról lesznek hivatalosak, viszont jövő héten szombaton bányásznap alkalmából mi fogunk hozzájuk látogatni. Az ajkai bányász zenekarra rendszeresen koncertezünk együtt, illetve találkozókon együtt játszunk. Fehérváriakkal, Fülediekkel is.
Szerintem ez lesz a jövő záloga, hogyha a környékben zenekarok ilyen szinten együtt tudnak működni. Noha, a hatodik értéktárnap fókuszában a várpalotai bányász fúvós zenekar állt. Természetesen egyéb helyi gasztronómiai, illetve kézműves értékeket is láthattak a nap folyamán a túri várba látogatók. Győri Ildikó őstermelő teljesen ökológiai szemléletek alapján kertészkedik. A munka során mindig szem előtt tartja, hogy lehetőség szerint tartósítószer adalékanyagmentesen készüljenek a termékei. Eddig több mint 170 fajta termékünk volt. Többek között, ami itt az elején van, ezek a szirupok, gyógynövényekkel, meg egyéb vadon termő növényekkel készülnek. És jót tesznek az egészségnek, úgy amellett, hogy még finomak is, legalábbis a vevői visszajelzések alapján. De ezen kívül vannak zöldségek feldolgozva, fűszernövényeink feldolgozva, azokból inkább fűszersókat szoktunk készíteni, nagyon sokfélét. Aztán gyümölcsökből, hát elsősorban lekvárokat készítünk, de vannak egyébként csatnikat is szoktunk készíteni, savanyúságok is vannak. Hát ilyen fűszerezett magvakat is csinálunk, elsősorban diót, csak azt inkább a téli időszakban, mert megolvad ilyenkor nyáron. És hát többek között a mézes kalácsízű pirított diónkra, meg 21 termékre úgy összesen megkaptuk a Balatonfelvidéki Nemzeti Park védjegyet, illetve tavaly a medvehagyma fűszersonkra az évkiváló terméke díjat is megkaptuk. A kiállítók között volt, aki kézi készítésű bőrműves termékeit mutatta be az értéktárnapon. Zabtunner Mária saját maga tervezi és készíti hagyományos technikával, az ásványokkal, illetve csontokkal is díszített portékáit. Előszeretettel használ honfoglaláskori és préselt mintákat, ugyanakkor a különböző virágos motívumokat is gyakran alkalmazza a bőrön. A bőrrel nagyon szeretem párosítani a szarút és a csontot, bár talán most becsont is van még egy pár darab, és amit én nagyon szeretek, az ásványok. Ékszerekbe, gyűrűkbe, nyakláncon, esetleg karkötőbe. Nagyon szeretem alkalmazni, már csak azért is, mert én hiszek a gyógyhatásában. Zsíros kenyérrel, rétessel, valamint a bányászathoz fűződő relikviákkal a Rákóczi telepi baráti kör is képviseltette magát az értéktárnapon. A civil szervezet évek óta rendszeres kiállító. Olyan kiállítási tárgyakkal igyekeztünk kedveskedni, amit még úgy igazából nem mindenki láthatott. Tehát hoztunk újakat, és olyan könyveket, amelyikben bányász anekdótákról, viccekről, szokásokról is szó van. Ugyanakkor hagyományosan kínálóként a zsíros kenyeret kínáljuk a vendégeinknek. A kiállítók portékáinak megtekintése mellett fegyver és viseletbemutató, kutyaszépségverseny, illetve gyerekeknek szóló zenés játszóház is színesítette az értéktárnap programjait. A 34. várpalotai napok 0. napján és egyben az értéktárnap zárásaként fúvós zenekari találkozót tartottak az elmúlt szombaton a Túri várban. Az esemény menetzenés felvonulással kezdődött a résztvevő zenekarokkal. A találkozót Kampánári Talabér Márta polgármester nyitotta meg. Beszédében megemlékezett a bányász fúvós zenekar megalakulásának pillanatairól és az azóta kivívott rangjukról. A megnyitón Kampánári Talabér Márta polgármester fennállásának 90. évfordulója alkalmából Várpalota város önkormányzata díszoklevelet adományozott a várpalotai bányász fúvós zenekarnak. A városvezető beszédében kiemelte, igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani a város kulturális hagyományainak ápolására. Értéknek tekintjük ezen szervezeteket. Olyan erőforrásokkal rendelkeznek, amelyek felszabaduló energiája jobbá, barátságosabbá és élhetőbbé teszik településünket, mondta. Egy magyarországi városkában, Várpalotán, a Kossuth utca és a mai 8-as főút sarkán álló földszintes házban azonban egy számunkra ugyanennyire fontos esemény történt. Héra Ferenc mázsamester, Bölcs László bányatisztviselő, Halasi József és Vanyó József lakatosok
valamint Greszler László gépész és Holler Sándor villanyszerelő egy terebélyes diófa árnyékában addig zenélgetett, míg nem úgy döntöttek, hogy a bánya vezetőségéhez fordulnak azzal az óhajjal, hogy legyen saját zenekaruk. A nagymúltú társulás bekerült a várpalotai értéktárba is. Az elismerést Galambos Szilvia önkormányzati képviselő nyújtotta át a zenekar vezetőjének. Városunk fúvósai, a bánya, energia és ipari dolgozók szakszervezetétől pedig művészeti nívódíjban részesült, melyet Bőti Fehér Szabolcs, a BDS tanácsosa nyújtott át. 9 évtized meghatározó időszak a zenekar életében. Az a típusú bányászati szakmakultúra, hagyományőrzés, amit véghez visznek a területen a kollégáink, illetve az országos szinten mindenhol egyedülállók. Szakszervezetünknek több mint 100 helyen vannak alapszervezetei, és azokon a területeken is megemlékezünk a bányászatról, ahol jelenleg nem folyik kitermelés. Várpalota városának és vezetésének kiemelt feladata volt, és erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy újrainduljon a bányászati utánpótlás nevelés, az utánpótlás képzés. Hiszen Magyarországon jelentős energetikai lehetőségek vannak, és ennek kihasználására a bányászati szénvagyon is, és egyéb kitermelhető nyersanyagforrások is rendelkezésre állnak. Ez mindenképpen elengedhetetlen annak érdekében, hogy csökkentsük a külföldtől való függőségünket, és magyarországi energetikai ellátása meghatározó legyen. Ezt azért is mondtam el, mert a zenekarban úgy tudom, számos bányász, leszármazott unoka, dédunoka képviselője is jelen van, és annak idején ugye a bányászok eltöttek a zenekari tagokat. A házigazda várpalotai bányász fúvószenekar mellett a székesfehérvári ifjúsági fúvószenekar, az Ajka városi bányász fúvószenekar és a Balatonfüred város koncert fúvószenekara érkezett városunkba, hogy a vár előtti menetzenét követően egy-egy rövid koncerttel mutatkozzon be a vár udvarán. A 90 év az mindenféle formában egy hosszú idő. Itt is voltak természetesen hullámvölgyek. Elég csak említeni akár a második világháborút, illetve az azt követő időszakot, amikor, tehát annak idején, amikor a zenekar alakult, ugye nagyon sok bányász, illetve bányában dolgozó tanult zenét, és ők alapították a zenekart. Majd ezt követően ugye a világháború nagyon vészes időszakában rengetegen meghaltak, ott maradtak a fronton, munkaszolgálat, rengeteg katonazenekar oszlott fel. Ezt követően szerintem egy elég jó kis felvirágzása következett nyugdíjas katonazenészekből, illetve még aktív katonazenészekből, bányászokból, zenélő bányászokból futott fel újra a zenekar. 1994 óta vagyok tagja a zenekarnak, ez idén lesz 25 éve, sokat magammal szerencsére. Ezt beszélgetjük állandóan, hogy szerintem még a mai csapatban legalább egy 6-8 ember az, aki a 90-es évek eleje, közepe óta tagja. Én azt gondolom, hogy ez jelenti azt, hogy ez egy jó társaság, szeretnek idejárni az emberek. Nem egy, nem két gyerek van, akiknek a szülei is idejárnak. Mindig meg kell említenem Meisszer Józsi bácsit, aki 69 éve tagja a zenekarnak. Délelőtt volt egy kiállítás megnyitója, ahol a zenekar tablói, különböző régi fényképek, relikviák kerültek bemutatásra. Ott mutattam is a többieknek egy 1953-as május 1-i felvonástól, Józsi bácsi ilyen kis gyerekként menetelt a zenekarral együtt. Eszméletlen, 69 év, ez nagyon komoly. Az est kiemelt koncertje egy filmvetítéssel egybekötött filmzenekoncert volt a várpalotai bányász fúvószenekar előadásában, mely nagy sikerrel zárult a zsúfolásig megtelt nézőtéren. Az együttes decemberben a szokásos évadzáró koncerten is megemlékezik majd az eltelt 9 évtizedről. Bemutatta önkormányzati képviselő jelöltjeit, valamint polgármester jelöltét kedd este a Mi Hazánk Mozgalom várpalotai szervezete.
Málik Norbert helyi elnök elmondta, pártjuknak kidolgozott programja van, melyet hamarosan megismertetnek a lakossággal. A Mi Hazánk mozgalom várpalotai önkormányzati képviselőjelöltjeit és polgármester jelöltjét Málik Norbert mutatta be a sajtóképviselőinek. A párt helyi szervezetének elnöke elmondta, önálló listával és polgármester jelölttel képviseltetik magukat az őszi önkormányzati választáson. Hangsúlyozta, olyan jelölteket indítanak, akik a városért és a városlakókért kívánnak tenni. Bemutatnám egyéni képviselőjelöltjeinket és polgármester jelöltünket. Az egyes számú választókerületben Vasili Zsolt indul, a kettes választókerületben Csepin Péter, a hármas választókerületben Borzási Péter, a négyes választókerületben Málik Norbert, az ötös választókerületben Leszkován Zsolt, a hatos választókerületben Lukács Péter, a hetes választókerületben Kovacsics Zsolt, a nyolcas választókerületben pedig Bite Zoltán. Polgármester jelöltünk, Csepin Péter, akinek hamarosan át is adnám a szót. Előtte azonban szeretném megköszönni az eddigi ajánlásokat, és kérem, október 13-án támogassák egyéni képviselőjelöltjeinket, a Mi Hazánk listáját és polgármester jelöltünket. Csepin Péter hozzátette, Várpalota a megye negyedik legnagyobb városa, és megvan a lehetősége arra, hogy saját tagjai közül válasszon magának akár képviselőtestületet, akár vezetőt. A természeti adottságaink, az emberi adottságaink adottak arra, hogy egy élhető, nyugodt, biztonságos város legyünk, és ebben az irányban próbáljuk, nem csak próbáljuk, de tesszük is, hogy a város ebbe az irányba haladjon tovább. Málik Norbert elmondta, pártjuknak kidolgozott programja van, melyet hamarosan megismertetnek a lakossággal. A közelmúltban ismerté vált és országos felháborodást is kiváltó balotaszállási állatkínzási eset nyomán szervezett demonstrációt az elmúlt hétvégén 27 település, több mint 160 állatvédelemmel foglalkozó civil szervezete. Várpalotán az Alex Állatvédő Egyesület telephelyén gyűltek össze az állatbarátok, hogy mécses gyújtással hívják fel a figyelmet a közvéleményt is felkavaró állatkínzási ügyekre. A megjelent szimpatizánsok előtt Kovács Istvánné az egyesület vezetője ismertette a tiltakozó megmozdulás okát és célját. Ez a csendes megemlékezés és gyertyagyújtás a megkínzott állatok emlékére jött létre. Emlékezzünk együtt azokra a négy lábúakra, akik emberi kegyetlenkedés áldozatai lettek. Hiszen ha a tett gonosz, az elkövetője is az. A szlogenünk nem, ne tűrjük az erőszakot. Régóta a civil szervezeteken van a nyomás, hogy megoldják a magyar állatvédelem problémáit áttételesen a civil lakossággal együtt, így a civil szervezetek most összefogtak, hogy kevesebb ilyen eset legyen. A hatóság jogkövető magatartásával, prevencióval, felvilágosítással, oktatással el lehet ezt érni. Máshogy nem.